Csillagok a felhőkre című számnak a keletkezése nem szokványos, mert szeptemberben elkezdtem egy illusztrátor képzést, ahol most legutóbb az volt az egyik vizsga feladat, hogy egy zint kellett elkészíteni, ami lényegében egy füzetke bármilyen témával. És kitaláltam, hogy egy népzenei kis népdal illusztrációs füzetet szeretnék készíteni, és amikor keresgéltem, hogy mik azok a szövegek, amik jól illusztrálhatóak, akkor találtam meg ezt a dalt, és akkor a két dolog az párhuzamosan született meg, készült a kis zin füzet, és utána pedig szerettem volna, hogyha egy ilyen ütős dal keletkezne hozzá, ami így viszi az embert. Körülbelül 15 éve foglalkozok népzenével, zeneiskolába kezdtem Szentesen a szülővárosomban, és leginkább a Felszállott apávából ismerhet a közönség, ahol 2017-ben a döntőbe jutottam. A saját daloknál igyekszem olyan témát megfogni, amik foglalkoztatnak, mert hogy azokba tudok igazán belemerülni. A népzene lehet trendi, van is egy ilyen felfutása az utóbbi pár évben, hogy egyre többen megszeretik, és egyre többen élvezik és ismerik. Sőt, igazából én egy pár hónappal ezelőtt kezdtem el TikTok videókat csinálni, és nagyon meglep, hogy mennyien kérnek tőlem népdalt, és ez azt sugallja számomra, hogy az emberek szeretik ezeket a népdalokat. A legközelebbi terv az az, hogy kikerüljön két kis lemezem, vagy középlemezem. Ezek a hangfelvételek már szinte teljesen kész vannak, az egyiken népzenei feldolgozások lesznek, a másikon pedig saját dalok. Ez várhatólag az elkövetkezendő fél éven belül kikerül. És hosszabb távú tervem közé pedig az tartozik, hogy megismerjem az elektromos citerámat, mert nagyon foglalkoztat a téma, és szerintem sok lehetőség van benne. Kisütöttem a zsírját, több volt egy akúnál. Aki ezt te hiszi... Időnként, amikor hozzá szeretnék nyúlni egy-egy népdalhoz, akkor nagyon figyelek arra, hogy olyan népzenei szövegeket tudjak választani, amik hatással tudnak lenni a mai emberre is. Vannak örök témák is, mint például a szerelem, amik tudnak hozzánk szólni. És ezekre mindig figyelek, hogy igenis tudnak még mindig mondani nekünk a népdalok valamit, sőt, de hogy azért már változott a világ.